Sikeres volt a tavalyi éve a Kapos menti terület és vidékfejlesztési társulásnak, mondta el Pintér Szilárd a testület szerdai ülésén. Az elnök arról is beszélt, hogy 2022-ben likviditási problémákkal nem küzdöttek, minden tag befizette tagdíját, és olyan egyéb forrásokhoz is hozzá tudtak jutni, mely segítette a működést. 23 év szintén hasonló az összes többi évhez, hiszen évelején még nem látjuk biztosan azokat a többletforrásokat, amelyek a projektmenedzselés mentén megjelennek, de bizakodóak vagyunk, hiszen vannak beadott és előkészített pályázatok. Első testületi társulásüléseken szoktuk elfogadni a rendezvény sátornak a tárgyévi beosztását, hiszen van egy sátrunk már több mint 10 éve, 12 önkormányzat a tulajdonos, ennek a koordinálását, őrzését, felállítását is szintén a társulás végzi. A sátorral kapcsolatos koordinációra pedig szükség is van, folytatta az elnök, ugyanis idén is rengeteg rendezvénnyel számolnak. A területet érintő, ott felhasználható pályázatokat is nyomon követi a társulás, és tájékoztatják az érintetteket arról, hogy milyen lehetőségek nyílnak meg számukra. Nyilván alapvetően a munkaszervezet fenntartása adja a költségeknek több mint 75%-át, ezért gyakorlatilag néhány 10 millió forintos költségvetésből gazdálkodik csak a társulás, de azt hiszem, hogy azok a top pluszos projektek, amelyek megjelennek, líder források tekintetében még nem merítettük ki a keretet, abban is a vállalkozóknak újabb felhívással fognak megjelenni a közeljövőbe. Természetesen, ami azt gondolom, hogy példaérték és előre mutat, hogy a Dombári járás civil szervezetét is felkaroltuk, és a számukra egy egység áron készítjük el az összes pályázatot. Pintér Szilárd elmondta, az energiaválság nem befolyásolja a Kaposmenti terület és vidékfejlesztési társulás munkáját, ugyanis csak egy kis irodát bérelnek, amit gazdaságosan tudnak üzemeltetni, így a dologi kiadásaik sem jelentősek.